Van Somogy megyében egy község, ahol egy középkori eredetű monda alapján több száz éve már egy rendkívüli hagyományt ápolnak. Az Andocsi Nagy Boldogasszony templom az egyik legismertebb magyar katolikus búcsújáró hely, az itt található Mária kegyszobornak pedig különleges története van. 1520 óta van itt a Szűzanyának a kegyszobra, amely a legenda alapján az angyalok által lett idehozva Kalocsáról, a török elől menekítették ide, és hát bizony ugye az ideérkező jezsuiták 1640-ben azt a feladatot kapják Jaksis György veszprémipüspöktől, hogy ezen a területen Andocs központtal egy missziót alakítsanak ki, és ennek a missziónak az a fő feladatköre, hogy Andocsból egy szervezett, búcsúi engedélyekkel ellátott búcsújáró helyet alakítsanak ki. Plébánia egyik szárnyában helyezték el a Szűzanya ruháiból berendezett Mária Múzeumot. Az ide zarándokló hívők egy-egy Mária ruhával fejezik ki ragaszkodásukat, köszönetüket. A szobrot minden második héten a liturgia színe szerint öltöztetik. A ruhagyűjtemény igencsak gazdag. Már közel 400 díszes kelme gyűlt össze a kegytemplom szobrának. Őrzünk itt ruhát például Kínából, őrzünk ruhát Kanadából, nagyon sok ruhánk van Erdélyből, aztán Caracasból és még meg annyi helyről. Tehát a világ szinte minden sarkából érkezett ide ruha. Ugye a két állandó testvér zarándok csoportunkat mindenképpen meg kell említenünk, akik hát igyekeznek a múzeumot szinte mindig gyarapítani. Az egyik a kalocsai városnak a közössége, akik tulajdonképpen minden évben, októberben Magyarok Nagyasszonyi Tisztelete jegyében érkeznek, és vagy emléktáblát, vagy pedig ruhácskákat hoznak, illetve a másik pedig a Székesfehérvár, akik szintén ugye megérdemlik azt, hogy a saját ruhájuk legyen ráadva a kegyszoborra, amikor idejönnek. Egyébként vannak olyan csoportok, akik annélkül be se hajlandak jönni a templomba, hogy éppen nem a sajátjuk van rajta, tehát ez mindenki számára tiszteletbe tartható.